A repülő láda. Volt egyszer egy olyan gazdag kereskedő, aki arannyal boríthatta volna az utcát. És a fiát a legfinomabb ruhába öltöztethette volna. De nem tette. Mert a kereskedő egy öreg, zsugori ember volt. Siess már, Sven! De apám, fáj a lába! Persze, hogy fáj, hisz nincs rajta cipő! Esténként Sven az álmaiba menekült. Meséket talált ki önmagának, kastélyokról és hercegnőkről. És minden nap mesélt a többi gyereknek az általa kitalált csodás világról. Látni óhajtott felséges úrnőm. Ó, Sven herceg, légy a férjem, a tiéd vagyok. Mit mondtam neked az ostoba mesétről? Csak a pénz teszi nagyjá az embert. Teltek az évek, és a gonosz kereskedő meghalt. Svenből fes fiatal ember, és nagyszerű mesemondó lett. Sven, mint apád egyetlen fia, te öröklöd minden vagyonát. Tehát gazdag vagyok? Nagyon gazdag. Talán a pénz egy részét be kéne fektetned. Nos, mindig is akartam egy pár szép cipőt. Értem. Csak vigyázz, nehogy a pénz megváltoztasson. Miért ne? Nem akarom, hogy azt higgyék, csak egy egyszerű szegény mesemondó vagyok. A gazdagok mindig szórakoznak, és sok barátjuk van, nem igaz? De te csodálatos mesemondó vagy. A mesék álmodozóknak valók. De kinek kellenek az álmok, ha van pénzed, he? Most itt eszembe, csináltatok magamnak aranyból egy nadrágot. Svennek még sohasem volt pénze. Néha... Ha valaki egész életében vágyik valamire, és váratlanul eléri azt, alaposan megváltozhat tőle. Csodálatos! Maga tényleg egy zseni. Köszönöm, uram! Ez igazán kedves. De még mindig hiányzik valami. Valóban, több arany kéne, uram? Igen! Meg lesz, uram! Svennek rengeteg barátja volt. Legalábbis ő azt hitte. Jó a buli, Sten. Sven! Ó, szuper. Gondolkodtam. Nem igazságos, hogy mindig csak a te házadban bulizunk. Ne butáskodj, a barátom vagy, nem? Ez remek. De ha mindannyiunknak vennél egy szép házat, nem zavarnánk minden este. Ó, vegyek nektek szép házakat, hogy külön tudjatok bulizni. Igen. Hát ez egy remek ötlet. Oh. Ki szeretne egy szép házat, barátaim? Mindenki. Neked is kellene. A számla, uram. Csodálatos. Ó, köszönöm, uram. Most el kell mennem a szabómhoz, de előbb szeretném kifizetni a barátaim elégjét is. Jó étvágyat! Remek volt. Köszönjük! Sven! Sven! Oh, Sven! Igen. Hát nagyon sajnálom, hogy ekkora rumlit csináltam.
Ó, ne aggódj, nyugodtan menj csak. Mi majd összeszedjük. Köszönöm. Mind a tiétek. Ó, óvatosan. Sven, rossz hírem van. Ha továbbra is így költekezel... Ez itt arany. Hogy tetszik? Ezt azonnal hagyd abba, különben reggelre tönkre fogsz menni. Ne butáskodj már. Semmim sincs. Ezt nem hiszem el. Semmim sem maradt. Csak ez a lámpa. Hát persze, a barátaim. Nem kell aggódnom. Nincs szükség pénzre, ha vannak barátaid. Hé, hol van a Barty? Hát itt mi történt? Elfogyott a pénzem. Na és? Kit érdekel, igaz? Várjatok! Mesélni azért még tudok. Az pénzbe se kerül. De az nem ér semmit. Hogy tudtak engem így cserben hagyni? Tudtam, hogy te nem hagysz magamra. Egészen biztos, hogy semmit sem maradt. Sajnos ez így van. Remek. Akkor viszlátsz te. Sven! Félek, el kell adnod a házadat, hogy kifizesd az adósságaidat. De még egy hercegnővel se találkoztam. Biztos maradt még egy kis pénzem, nem? Sajnálom, Sven. Még a nadrágodat is be kellett olvasztatnom. Nem. Semmim sem maradt. Semmi. Talán eladom a hajamat egy kopasznak. A ládádat megtartod? A ládámat? Most, hogy földönfutóvá lettél, gondoltam, ellakhatsz benne. Nem lakhatok ebben, hisz még fürdőszobája sincs. Ez remek, kulcs is van hozzá. Így aztán senki se fogja tudni ellopni a nagy semmimet. Ezt nézzétek! Repülök! Most, hogy van egy repülő ládám, minden lehetséges! Vajon ki lakott egy ilyen pompás házban? Jaj! Elnézést, uram, az én hibám volt. Szörnyen sajnálom a boltját, ne haragudjon. Leesett egy angyal az égből! Leesett egy angyal az égből! És úgy döntött, az én boltomra esik rá! Megmagyarázom, én nem vagyok angyal. Tévedés történt. Sajnos egyáltalán nincs pénzem.
De úgyis el akartam adni a hajamat. A pénzből vehetek ragasztót. Miért pont az én boltomra estél, kedves angyal? Megtiszteltetés! Ez a legjobb dolog, ami történt velem azóta, hogy a hercegnő lova rálépett a lábamra. Hercegnő? Milyen hercegnő? Ott lakik a palotában, de senki nem juthat be hozzá. A szultán és a szultánné nem engedik. Senki se elég jó a lányuknak. Én biztos bejutok valahogy. Abban én nem is kételkedem. Dicsőséges angyal! Semmit. Meg akartál csókolni. Nem. De igen. Te tényleg hercegnő vagy? Hívom az őröket. Várj! Ez nem az én hibám. A szépséged elvarázsolt. A szemed megbabonázott. Tessék? A szemed? Csodás sötét tavak, melyekben mély gondolatok lubickolnak. Szerinted tényleg ilyen? Ó, igen. És az orrod? Az orrom? Ilyen gyönyörű orra, nincs más földi halandónak. Na és a fülem? Nos, az is szép. Ó, milyen kedves dolgokat mondasz. Csak nem vagy mesemondó. Valójában én... Sven félt elmondani az igazat. Elvégre, kinek kéne egy szegény mesemondó? Angyal vagyok. Egy angyal? Mit keres egy angyal a szobámban? Lejöttem a mennyekből, hogy feleségül vegyelek. Mondj igent! Igen! Igen! Nem. Mesébe illő lakodalmat csapunk, az angyal és a hercegnő. Mondd, miről beszélsz? Nem mehetek hozzád, nem is ismerlek. Mit szólnának hozzá a szüleim, a szultán és a szultánné? Hercegnőm, melyik szülő ne örülne neki, ha a lánya egy angyalhoz menne férjhez? Nem hallottad, mit mondtam neked? Nem mehetek hozzád! Túl sokat aggódsz. Mondd, nem igaz, hogyha elnyerem a szultán és a szultánné beleegyezését, akkor elvehetlek feleségül? Nekem. Igen. Ez igaz, de nem hiszem, hogy ez egy jó ötlet lenne. Még csak nem is ismersz. Különben is, a szultánnak és a szultánnénak senki sem tetszik. Holnap visszatérek, és megnyerem őket. Hercegnő, mielőtt elmegyek, kaphatnék egy emléket az első találkozásunkról? Gondolom, egy hajtincsem jó lesz. Nos, az a helyzet, hogy nem tenném tönkre a hajadat az esküvő előtt. Ez a kard is megteszi, igen. Tessék, de most indulj. Köszönöm, nagy becsben fogom tartani. Aranyból van, ugye? Viszlát! Miért nem hiszem el neki ezt az angyalmesét? Ideje partiképessé tennem magam. Vegyék meg a dicsőséges angyalt, aki a boltomra esett!
Az angyal visszatért! De kérem, én nem vagyok igazi angyal. Te nem vagy angyal? Mit számítasz, hogy nem vagy angyal? Csak a vevőknek ne szólj! Ma már 15 szobrocskát eladtam. Nézze, ezzel tartozom magának. Ha megengeded, igazán jóképű vagy ebben a ruhában, uram. Köszönöm. A szultán és a szultánné kedvéért vettem. Holnap találkozom velük, és megkérem tőlük a lányuk kezét. Ó, ez csodás hír! Hát nem éppen, mert semmim sincs. Soha sem adják hozzám. Nem lesz egyszerű. Senki se elég jó az ő hercegnőjüknek. Nem számít más, csak a nemesség és a mesék. Mesék? Szeretik a meséket? El se hinnéd, hogy mennyire. A szultán a vidámat szereti, a szultánné pedig a tanulságosat. Mesélj nekik egy ilyet. Az menni fog, hisz mesemondó vagyok. De nagyon jó mesemondónak kell lenned. Mondj csak, hallottad a mesét a korcsolyázó mókusokról? Hát az a te meséd volt. Ó, igen. És most, ha megbocsátasz, meg kell írnom egy mesét. A szultán a vidámokat, a szultánné a tanulságosokat szereti. Kiskorom óta nem voltam ilyen boldog, mikor meséket találtam ki a szobámban. Megvan! Kitaláltam! Igazán nehezen tudom elhinni, hogy egy igazi angyalt várunk ebédre. Ajánlom, hogy angyal legyen, mert ha hazudott a mi drága kis hercegnőnknek... ne aggódj, lányom. Én felismerek egy angyalt, ha meglátom. És ha én... Na csak! Egy angyal! Felség, az angyal. Ez egy igazi angyal. De mi van, ha mégsem egy igazi angyal? Egy kicsit olyan... furcsa. Nem láttad, hogy ide repült? Légy üdvözölve! Nagyon köszönöm, felség. Fiacskám, ha tényleg angyal vagy, akkor az égből kellett nekünk nász ajándékot hoznod. Nem hoztam ajándékot. Hogyan? De hoztam egy kedves mesét. Miféle mesét? Egy vidám mesét, ami egyben tanulságos is. Volt egyszer egy csomag gyufa, aki azt hitte, pontosan tudja, mit akar. Ám ez nem volt igaz. Hazug meséket talált ki magáról. Tényleg egy nagy fenyőből származtok? Mondjátok! Ó, igen! Egy fenyőből, aki egész nap a napfényben tündökölt. Gazdagabbak voltunk, mint a többi fa. Egész évben zöldek maradhattunk. Mi történt a fa többi részével? Miután kivágtak, a fa többi részéből egy szép tengerjáró hajó árbóca lett. Ám a tűzszerszámot nem hatották meg. Miért nem örültök ti annak, hogy gyufák lehettek? Sajnállak téged, tűzszerszám, az életed a tűzgyújtásról szól. Én meg annyi érdekes és izgalmas kalandot éltem át. Jó, hogy ilyen nagyság él velünk a konyhában. Igen, megtiszteltetés. Látod, mennyire szeretlek, tűzszerszám? Mindenki azt találgatta, kiért jött a cseléd. Gondolták, biztosan a nagyszerű gyufákért. Bejött tüzet gyújtani. Vajon a tűzszerszámot használja majd? Vagy a gyufákat?
Engem. Milyen szépen táncol most a lángunk! Látjátok, milyen gyönyörűen, fényesen égünk! De a gyufák, akiknek annyira fontos volt, hogy pompázzanak, kiégtek. Hamuvá váltak. Bravo! Bravo! Gyönyörű mese! Vidám és tanulságos is. Jól van, fiam. Én nem egészen értettem meg ezt a mesét. Csígy gyermekem, édesanyád szólni kíván. Édes fiam, megtisztelnél minket, ha elvennéd a lányunkat? Az esküvő előtti este a város lakói ünnepséget rendeztek. A vígasságok pompásak voltak, de Sven azt hitte, ha valami különlegeset mutat, még jobban fogják szeretni őt. De legyél nagyon óvatos! Ezek rettenetesen veszélyes dolgok. Nagyszerű ötlet! Milyen szépnek láthat most engem mindenki? Nagyszerű. Elveszett a pénzem. A ládám és a hercegnőm is. Miért kellett ennek így történnie? Miért? Miért? Nélküle már nem élet az élet. Szükségem van rád, drága hercegnőm. A neved az még most is itt cseng a fülemben. De még a nevét sem tudom. Akkor én nem szerettem a hercegnőt, sem a pénzt. Csak a meséket szerettem. Sven megtanult egy nagyon fontos dolgot. Attól a naptól kezdve nem akart más lenni, csak saját maga. Sven azóta a világot járja és mesél. És amikor a fiú elfordította a kulcsot, a láda repülni kezdett. A hercegnő pedig örült, hogy nem kell hozzámennie az angyalhoz. Helyette várta az igazi szerelmet. Végre megértette a gyufák meséjének tanulságát. Aki mindenáron tetszeni akar mindenkinek, mint a gyufák és az angyal is, könnyen kiéghet.